Elkeseredettségükben az útra terelték a birkákat a hortobágyi gazdák, 2 éve tiltakoztak így az ellen, hogy nem nyertek az állami földek bérleti jogára kiírt pályázatokon. Elküldték őket a legelőkről, ahol évtizedeken át neveltek állatokat. Ezt kérdezném, hogy mi legyen a sorsok, meg nekem is a sorsom. Mert ez könnyű eldönteni, hogy hát na, elvették a legelőt, de a birka sorsát, meg az én sorsomat, azt még senki sem mondta meg, hogy mi lesz. Sokan viszont nyertek, akik még soha nem tartottak állatokat a környéken. A nyertes pályázatok egy része hamar gyanús lett, végül Orbán Viktor személyesen kért vizsgálatot az ügyben tavaly a kormányzati ellenőrzési hivataltól. A titkosított jelentés egy részét Gőgös Zoltán, az MSZP elnök helyettese tegnap este nyilvánosságra hozta, miután egy per bizonyítékaként megkapta. Kiderült, az 1600 pályázat értékelését 4 alkalmazott és egy ügyvéd végezte 60 nap alatt. Több mint 1000 pályázó nem a nyilvántartásban szereplő adatokat adott meg arról, mennyi állatot tartana a földeken. A hivatal szerint 59 pályázatot már a bíráláskor érvénytelennek kellett volna nyilvánítani. Megállapították, hogy a gazdálkodási terveket átláthatatlanul pontozták, pedig nagy súlya volt a végeredményben. Olyan esetet is találtak, amikor valaki 50 fehér magyar kacsával pályázott és nyert legelőt. Aki itt nyert, az nem tartott be szinte semmilyen szabályt, hamis adatokat szolgáltatott. Nem a szakmaiságnak megfelelően történt az egész bírálat. Hát ez egy vádirat, én úgy gondolom. Én szívesen odaadom önnek, olvasgassák, tanulságos. A politikus az országgyűlésben hétfőn a Földművelésügyi Minisztérium államtitkárát is szembesítette a jelentéssel. A kormány sohasem fogta meg a csalók kezét. A legszigorúbban kívánunk eljárni mindenkivel szemben, aki nem a szerződésben megfelelteknek szerint hasznosítja ezeket a területeket. Az államtitkár szerint folyamatosak az ellenőrzések az új bérlőknél, és ezek alapján egy haszonbérleti szerződést már fel is mondtak. A minisztérium a KEHI jelentés megállapításaira nem reagált. Azt írták, az ellenőrzések azt is igazolják, hogy az állami földek a megfelelő kezekbe, a helyben lakó gazdákhoz, családi vállalkozásokhoz kerültek.